Amiről ezeken az előadásokon beszélünk, az nem filozófia. Különösen nem filozófia a filozófiának a modern és profán értelmében, de a modern értelmet akár a klasszikus antikvitásig is, magyarul a görögségig is visszavezető értelemben sem. Ha a szónak az eredeti értelméből indulunk ki, ugye a filozófia az egy attitűdöt, egy belső hajlandóságot fejez ki annak az irányába, amit ugye a szófia, vagyis a bölcsesség fejez ki. Tehát ez nem maga a bölcsesség, hanem egy olyan hozzáállás, amely mint egy affirmálja, megerősíti önmagában a bölcsességnek a szükségszerűségét, de az, hogy ehhez eljut-e, illetőleg ebből következően meg tudja valósítani azt, amit a bölcsesség implikál, magában hordoz, az még teljes mértékben kérdéses. Messze menőkig nem ismeretterjesztés továbbá, az, ami itt ezeken az előadásokon folyik, nem ismeretek átadására törekszem, hanem elsősorban egy olyan szemléletnek a megvilágítására, felmutatására, reprezentálására, amit tradicionális szemléletnek, létszemléletnek lehet nevezni. Alacsonyabb szinten ugye világnézetnek. Az, hogy a világot hogyan nézem. Magasabb szinten, hogy a létet hogy szemlélem. Szemlélet, ugye az egy passzívabb felfogása. A szemlélés az egy aktív tudati akció. Az, hogy a különböző szituációkban, különböző léthelyzetekben azt, amit tudok, hogyan tudom transzigens, tehát rugalmas módon alkalmazni. Nem merevséget jelent, nem a pejoratív értelembe vett dogmatizmust, egy olyan dogmatizmust, amely új helyzetekben mint egy lefagy és megmerevedik, hanem egy olyan komprehenzív és univerzális szemléletet, amely tulajdonképpen megfelelő intelligenciával bármilyen élethelyzetben és léthelyzetben alkalmazható, még olyanokban is, amelyek közönségesen nem az élet körébe esnek. Elsősorban ugye a halál közeli állapotokról van szó, illetőleg azokban az állapotokban, amennyiben állapotnak fogjuk fel, amelyeket posztmortálisaknak, vagyis halál utániaknak lehet nevezni. Tehát egyáltalán nem arról van szó, mint közönségesen a filozófia esetében, hogy aki a filozófusnak a tanításait meghallgatja, megérti, követi, az akkor bölcsen fogja bonyolítani az életét, vagy legalábbis abba az irányba elmenően, vagy pedig, hát ő ugye a balgák körébe sorolja ezáltal önmagát. Az ismeretterjesztés pedig a legtávolabb áll, ugyanis az ismeretek a 21. században gyakorlatilag az utcán hevernek, semmiféle értelme nincs, szinte semmiféle értelme nincs az embereket ismeretekkel terhelni, adatokkal egy olyan világba, ahol ezek gyakorlatilag az ember zsebében vannak, egy úgynevezett okostelefonnak a segítségével. Az, amire viszont óriási szüksége van a mai embernek, és a mait érthetjük úgy is, mint modern ember, de érthetjük úgy is, mint hogy tulajdonképpen korszerű ember, aki akár tradicionális mentalitású is lehet. Tehát nem az adatokra és az ismeretekre van szüksége elsősorban, hanem arra, hogy ebben rendet tudjon tenni. Legyen olyan vezéreszméje, aminek a révén ezt az irdatlan adattömeget és információtömeget a megfelelő helyre tudja tenni. Például hierarchikus értelemben, tehát hogy mi a fontos és mi a nem fontos. Mert ugye a legtöbb információ teljesen felesleges dolog, teljesen felesleges dolgokat tanítanak az iskolákban a szerencsétlen gyermekekkel, mintha kifejezetten az lenne a célja, amit el is érnek, tehát egy kontraproduktivitás, hogy gyakorlatilag mindent, ami fontos, azt megutáltatnak a gyerekekkel. Én semmiféle dolgot nem fogok önökkel megutáltatni, megígérem, mert ismereteket nem fogok közölni, maximum, mint egy szükségszerű velejáróként, de a lényeg ugye az a szemlélet és a szemlélésnek aktív módon való elsajátítása. Amennyiben mégis filozófiai terminusokkal akarunk fogalmazni, és a filozófiát be akarjuk vonni
a magyarázatunk körébe, akkor tulajdonképpen lehet ezt legitim módon érteni, úgy, hogy használható legyen, egy nem pusztán profán szemlélet számára is, és akkor azt kellene mondanunk, hogy ez tulajdonképpen egy filozófia perennis jegyében kell elgondolnunk. Ugye a perennis vagy perennialitás az örökérvényűséget jelent. Egy olyan filozófia körében leírt, vagy filozófiai módszerekkel leírt szemlélet, artikulált szemlélet, tehát jó, intelligensen kifejtett szemlélet, amelynek perenniális örökérvénye van. Ugye a perennitas az eternitas fénye. Az örökké valóság fényszerűen jelenik meg az örökérvényűségben, nem ugyanaz. Azt lehet mondani, hogy a relativitások világában jelenik meg az, ami örökké való, egy örökérvényűség formájában. Ilyen értelemben, mint egy megengedőleg, akár filozófiáról is beszélhetünk, de mint filozófia perennis, vagy örökérvényű filozófia. De a filozófiát szerencsésebb kerülni, hiszen alapvetően ezen modern és profán rendszereknek a kidolgozását érti a legtöbb ember, olyanokat, amelyeket bizonyos individuumok dolgoztak ki elsősorban a nyugati világban, hiszen keleten a filozófia meglehetősen ismeretlen, téves módon használják keleti bölcseletekre a filozófia kifejezést. Tehát odáig elmenően, hogy a buddhista filozófia az egy contradictio in adjecto, tehát a jelző szerkezetben levő ellentmondás, hiszen a filozófia ez kifejezetten modern és kifejezetten nyugati találmány, úgymond találmány, ami a keleti bölcseletek kapcsán érvénnyel vagy érdemben alkalmazni nem lehet. Ez tehát egy téves jelző szerkezet, amit én javaslom mindenkinek, ha lehet, inkább kerüljen. Tehát a buddhizmus nem filozófia, a hindu doktrinák sem filozófiák. A filozófia tulajdonképpen egy individuum, egy adott egyednek az elgondolásainak az összessége, egy rendszerbefoglalás általában, amely nyilván általában tartalmaz részigazságokat, többé-kevésbé, amelyeket el lehet fogadni, nyilván lehetnek orientatívak, de ahhoz, hogy létrendi átalakításokat hajtson magában végre az ember, ahhoz ez messze menőkig elégtelen. Magát a principiumot, az alapelvet akarjuk meghatározni, akkor bár óhatatlan, hogy intelligens módon tudjunk beszélni róla, hogy a filozófia segédeszközét be kell, hogy vonjuk. Tehát a filozófia körében ismert fogalmakat is kell használnunk, de ez nem jelenti azt, hogy ez megragadna a puszta filozófia síkján. Nyilvánvaló, hogy a tradicionális doktrinákból is lehet filozófiát gyártani, ezt többen meg is teszik. Amennyiben a teóriát, tehát az elméletet nem követi azonnal a praxis. Tehát magyarul, hogy az általam megismert igazság, az nem válik életgyakorlattá, akkor onnantól kezdve ez egy absztraktum az életemben, egy elvonatkoztatott valami, ami innentől kezdve egy olyan tudás, aminek igazából már nincsen haszna. Tehát ez nem úgy van, hogy a fejemet feltöltöm igazságokkal, össze-vissza olvasgatok mindenféléket, és akkor majd az lesz a szellemi megvalósítás. Ez messze menőkig nem erről van szó. Már csak azért sem, mert az igazság megszerzésének módja, tradicionális értelemben az, hogy amit megértettem, azt meg kell, hogy valósítsam, különben a következő grádusát a megismerésnek nem tudom megvalósítani. Tehát a tradicionalitás elsősorban az, hogy az elméletet és az elméleti ismeretet azonnal a gyakorlati megvalósítást követi, na persze nem az elhamarkodottság értelmében, nem úgy, hogy feltűrjük az ingójunkat, aztán amikor betonozni szoktak, hogy azonnal csináljunk valamit. Tehát nem ebben az értelemben természetesen, de az életben az igazság beváltása az egy alapkritérium természetesen. Anélkül nem lehet valójában tradicionalitásról beszélni. És hogy egyáltalán miért beszélünk tradicionalitásról, az is teljesen világos kell, hogy legyen mindenkinek, hiszen a mai ember, ahogy megszületik, a familiáris, tehát családi környezetétől az iskoláig masszívan és mélységesen infiltrálódik, tehát áthatottá válik antitradicionális, vagyis hagyományellenes és modern nézetekkel. Márpedig a létben
és a tudatban, ami ugye legmagasabb szinten szinonimák, mindenre kétféle módon lehet rátekinteni, vagy modern módon, vagyis antitradicionális módon, vagy tradicionálisan. Nincs más választás. Tehát az, aki azt mondja, hogy ő megspórolja azt az utat, ami a szemléletének, a modern és antitradicionális szemléletének a tradicionális szemléletre való cseréjét, egy noétikus aszkézis, tehát egy megismerés elméleti gyakorlat során, mint egy lecseréli, az valójában a nullpontot nem fogja soha elérni. Mindegy, hogy milyen buddhista körökhöz csatlakozik, vagy milyen gyakorló keresztény, úgynevezett gyakorló keresztény lesz, a valójában a nullpontot azért nem éri el soha, mert nem tudja, hogy miről van szó. Tehát bőven lehet úgy szent szövegeket például affirmálni, igenlőleg elfogadni, és számtalan, megszámolhatatlan példa van erre, hogy valójában alaposabban megvizsgáljuk, az illető egy szót nem ért belőle. Azt se tudja, hogy mire született valójában. Nagyon általános, és egyre inkább általános az úgynevezett vallás ellenes, vagy vallás nélküli vallásgyakorlás. Hogy úgy gyakorolnak vallásokat, vagy tradicionális formákat, hogy az valójában nem is abba az irányba mutat. Nem is abba az irányba mutat, nem azt célozza, ami annak az eredeti célja volt. De ő fennhangon, konfesszionálisan, tehát megvallás szintjén annak a lelkes hívének gondolja és állítja magát. Mégpedig azért, mert a nullponthoz, a jelenlegi ember vonatkozásában a nullponthoz vezető útot elspórolta. Azt gondolta, hogy ő azt érti, de nem érti valójában. Ez most persze egy általánosítás, és minden esetben külön egyénileg kellene megvizsgálni, csak mint problémára felhívom a figyelmet. Tehát, hogyha például ismerik azt, amit a középkorban a hét szabad művészetnek neveztek, ugye aminek az alsó tagozata a trivium volt, a felső pedig a quadrivium, akkor tulajdonképpen a trivium, ami az alap, ami a bázis, amire épültek aztán a magasabb tudományok, például a teológia vagy a metafizika, az olyanokból állt, hogy nyelvtan, logika és retorika. Tehát, hogy meg kell tanulni beszélni, tehát helyesen írni a nyelvet, meg kell tanulni logikusan, érvelni, gondolkozni, nem pedig úgy, ahogy a mai ember, amely a tudatfunkciók elveszítettségének olyan szintjén jár, hogy tulajdonképpen a gondolkozás már nem is számít a használható tudatfunkciói körébe. Közönségesen, általában, nyilván van egy-két kivétel, de alapvetően a mai ember az nem is a gondolkozás tudatfunkcióját már nem tudja használni megismerésszerűen. Tulajdonképpen, amit használ, ha megvizsgáljuk, az az érzésvilágnak, a szenszusznak, az érzésnek a legalacsonyabb szintre leesett és elbukott szintje. Tehát ösztönszerű érzések, szeretem, nem szeretem, szimpatikus, nem szimpatikus, tehát ilyesmik. Ilyen amorf áramlások a tudatában, amelyek érzelemszerűen, tehát úgy, hogy berabbannak a tudati térben, a lelki térbe, és onnantól kezdve uralkodnak az illetőn. Az érzések ugye sokkal hatalmasabb erővel jelennek meg a tudatban, mint a gondolatok, csak az legutóbbi időkig az ember még valamilyen uralmat birtokolt és gyakorolt a gondolkozásra és a gondolatvilága felett. Ez egyre inkább elveszőben van szintén. Tehát ezt vissza kell szerezni. Ez is az úgynevezett nullpontnak az eléréséhez szükséges. Mert az, hogy valaki az érzelmei által teljesen elragadott módon éli meg magát, tehát interpersonális kapcsolatait és egyebeket, az ugye tulajdonképpen egy ember alatti szint, ha szigorúak akarunk lenni. Ennek csodálatos példája az internet világa, ahol az úgynevezett kommentelősdi, ez egy teljesen új világ, egyébként nyilván az a leesett tudatállapot, amiben a jelenkori ember, nyugati ember jutott, az projiciálta, tehát mint egy megszülte a saját megfelelőjét. Hát ott azért meg lehet nézni, hogy a mai ember az hogyan érvel, meg egyáltalán hogy gondolkozik. Ezt pillanatok alatt lehet látni a legkülönbözőbb helyeken. Tehát, hogy a logika az teljesen kiment a divatból, annak minden elemi szabályával és egyebek, hanem az érzelmek általi brutális elragadtatottság mozgat mindent.
Tehát ebben a helyzetben, amikor valaki egy, mondjuk a keresztény doktrinát, mint egy magáévá akarja tenni, de legyen bármelyik, az iszlámot vagy a buddhizmust, akkor ezzel az antitradicionális nem csak szemlélettel, hanem degenerált tudatfunkcióknak a birtokában teszi ezt meg, ami a legjobb szándék, és itt ez nagyon fontos, a legjobb szándék mellett sem vezet sehova. Ugyanis a tudatfunkciókat azt először is revitalizálni és restaurálni kell. Újra birtokba kell például venni a gondolkozást. Amennyiben ehhez a filozófia segít, vagy segíthet, akkor a filozófia az jó. Ha nem segít, akkor azt el kell hajítani, legalábbis ezen az úton. Mert ez, amiről én itt beszélek, az nem a könyvtárszobában való olvasgatás. Meg ilyenek. Ez a hobbi szintű tradicionalizmus és egyebek, amik egyre divatosabbak egyébként. Nyilvánvalóan azért, mert itt azért látszik, még viszonylag kevésbé intelligens ember számára, és azonnal látszik, hogy itt azért valami van. Valami folyik itt, amit azért meg kellene próbálni adekvát módon megragadni. A tudatfunkciók helyreállítása értelmében. Ugye gondolkozni tulajdonképpen nem olyan lehetetlen megtanulni, van akinek soha nem fog sikerülni, van aki viszonylag jó képességekkel indul, de valójában a gondolkozás az még nem spiritualitás. Az a nulla szint tulajdonképpen, az, hogy egyáltalán tudjak tájékozódni, és fel tudjam fogni, hogy miről van szó. Egyáltalán miről van szó.